A Kárpát Expresszel ma elsőként a felvidéki Kalondára utazunk, ahol Palóc határkeresztet állítunk. Majd részt veszünk egy különleges történelem órán, saját sorsáról mesél a kommunisták által meghurcolt sepsiszentgyörgyi Puskás Attila. Ezután Kányádi Sándor szülőfalujába a költő tiszteletére rendezett szavaló versenyre megyünk, végül pedig több száz diákkal együtt emlékezünk Trianon fájdalmára a Várpalotához közeli Nagy Magyarország parkban. Kalonda egy apró magyar falucska Palóc föld szívében, az Ipoly folyó mentén. Trianon következtében azonban egyik napról a másikra felvidéki határtelepülésé vált. A Kalonda-Ipoly-Tarnóc egykori határátkelőnél most egy különleges eseményre érkeztek a vendégek a történelmi Nógrád megye minden részéről. Közösen állítanak egy Palóc határkeresztet, amelyhez a faanyagot mintegy 70 település adta össze régi deszkákból, melyek magyar emlékekkel teli épületekről származnak, ezáltal lelkük van. Ez a kereszt csak egy eszköz, a csak idézőjelben. Egy eszköz volt arra, hogy összejöjjön 66 Palóc település képviseletében 500 ember, és közösen felállítson egy keresztet. És ezzel a kereszttel hitet tegyen az mellett, hogy van értelme az együttműködésnek, és ez az 500 ember egy olyan értékrendet képviselt, amiről sokan nem tudnak és sokan nem is hisznek már benne, hogy van. Ez az értékrend pedig a biztos alapot nyújtó kereszténység és összefogás. A határkeresztnek ez az üzenete. Az áldást követően cserkészek, civil szervezetek és hagyományőrzők a vendégek kíséretében végső helyére állították be a keresztet. Sokan hoztak a településüket jelképező vagy nemzeti színű szalagot, melyeket igyekeztek minél hamarabb a keresztre kötni, mert az égen vészjósló felhők gyülekeztek. A közmédia népszerű honismereti műsora, a hazajáró két főszereplője is eljött a keresztállításra. A felvidéki Jakab Sándornak ez az esemény kiemelten fontos. Hazajáróként szeretünk minden olyan megmozdulást megörökíteni és ott lenni, ahol magyar a magyarnak kezet tud adni. Palócként pedig azért, mert itt 90%-ban palócok gyűltek össze, tehát ez a kereszt, ez a kettős kereszt, ez jelképezi azt, hogy a palócság is egy emberként meg tudott mozdulni ezen a rendezvényen. És reméljük, a jövőben is lesz hasonló. Hamarosan meg is érkezett az égi áldás, ám a zuhogó eső nem tántorította el az ünneplőket. Halljuk most az éneket, és mögöttünk ugye zuhog az eső, ennek ellenére töretlen a jókedv, és az a közel 70 település, amely faanyagot adott ahhoz a határkereszthez, amely megmutatja, hogy a kereszténységből jövünk, és hogy jövőnk van Európában, és helyünk van ebben a térben, az igazából egy olyan jelkép, amelyre gyakorlatilag mindenki oda teheti a maga kis szalagját, és aki majd ezen a határrészen áthalad, az érezni fogja, hogy ennek a térségnek, Nógrádnak nagyon is ereje van, a palócságot nemhogy leírni nem kell, hanem az erejében hinni kell. A keresztállítás célja az is, hogy a szétszakított Nógrád megye települései a jövőben jobban együttműködjenek és segítsék egymást. Remélem, hogy ezt az ünnepet, mert minden keresztállítás egy ünnep nekünk keresztény embereknek, ezt követik majd újabb keresztállítások is a felvidéken, a határnak a túloldalán, vagy a Nógrád megyei csonkaországi területeken. Igazából mindannyiunkat érhetett volna ilyen katasztrófa Trianon kapcsán, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felvidéki magyarokkal és mindenkivel, aki a Kárpát-medencei magyarsághoz tartozik, jó kapcsolatot ápoljunk, és hál' Istennek azáltal, hogy most a határok leomlottak, lehetőség nyílik arra, hogy gyakrabban találkozzunk. A keresztállítás ötletgazdái abban bíznak, hogy ezt a lelkesedést a dolgos hétköznapokba is át tudják ültetni. Itt egy csomó ember összefogott. Jó palócok, jóra való emberek, akikre lehet számítani a jövőben, hogy tényleg tartalommal legyen megtöltve az összefogás és az együttműködés. A felvidéki Kalonda és az anyaországi Ipoly-Tarnóc trianoni határán álló kereszt mostantól egy újabb jelkép az erre járóknak. Az összetartozásé és a történelem viharainak rendületlenül ellenálló Palóc megmaradásé. A folytatásban megismerhetik a kommunizmus egyik székely áldozatát, Puskás Attila bácsit.